Csordás Andris Ahogy a kapuban átsorogtam, egy gyerek jött velem szembe. Mezítláb volt, térdigérő gatyácskában, a mellén pitykés posztó mellényke, a fején legyűr szélű kalap. De furcsa gyerek, miért nem jár cipőben? Hogy hozzámért, ő is meglátott és nézett engem. Akkora volt, mint én. Az arca piros és szeplős, a szemei kékek. Az orra gömbölyű és piciny, mint a Mogyoró. Megállt és nézett. Az egyik kezében leveles fűzfa vesző, a másik kezét betette a lajbizsebbe. Ha megüt, gondoltam, beleragaszkodom a hajába. Hosszú haja volt a gyereknek, a nyakáig ért. De a gyerek nem ütött meg. Bámészkodva nézett rám. A cipőmre is nézett, a ruhámra is. Akkor tetszeni kezdett nekem. Láttam, hogy nem akar bántani. Ő is közelebb lépett hozzám, és megszólalt. Tudok egy fészket. Micsoda fészket? Madárfészket. Madár van benne? Az. Meg lehet fogni? Meg lehetne. Hogyan lehetne megfogni? Ha benne van, megfogjuk. Hát hol az a fészek? Jöjjön, megmutatom. A szívem repesett az örömtől. Micsoda érdekes gyerekez, ismeri a madarak titkait. Ha akarja, megfogja a kis A kőfal mellett mentünk. Ő elől, én utána. A falonát át gesztenyefák és almafák hajoltak ki a kertből. A fal tövében csalán zölden lett, s itt ott egy szürke pásztortáska, sárga virág. Itt van, súgta a gyerek, ahol a fal beszögellett. Lassan menjünk. Lábújhegyen ment előttem, a kalapját a kezébe fogta. A fal behajlásánál megállott, és merőn fölfelé nézett. Ott van, súgta, az a lyuk, emeljen csak fel. Átfogtam a térdénél, és fölemeltem. Hallottam, hogy a kalapját rácsapja a falra. Egy perc nyicsend. Nem láttam, mit csinál. Az ő testi súlya foglalkoztatott erősen, és közben éreztem, hogy a ruhájának tehén szaga van emeljen feljebb, mondta izgatottan. Nagy innal-kinnal feljebb emeltem, mesztelen lábújaival támaszkodni igyekezett. A vakolat hullott előttünk, de az erőm is kimerült. Emeljen! Nem bírom! No, csak egy kicsit! Lerottam, és ő meg végig huppant a fal mellett. A madár nincs benne, szólott feltápászkodva. A homloka vérzett. Attól tartottam, hogy elbődül, de nem sírt. Füvet tépett a fal tövéről, és letörülgette vele a homlokát. Különös fickó ez, gondoltam rábámulva. Nem sír, mikor vérzik,